Még olcsóbb lehet a héten a benzin és a gázolaj. Folytatódik a pilóták sztrájkja a Lufthansánál, és két miniszter is lemondott Japánban. Ez a Privátbankár híradója 2014. október 20-án 10 óra után 5 perccel. Köszöntöm Önöket, Balla Györgyi vagyok. Még olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, miután a mediterrán piacon olcsóbb lett az üzemanyag, és a forint is szépen erősödött a héten. A GKI ezért most úgy számol, hogy a pénteki 9 forintos benzin és az 5 forintos dízelár csökkentés után szerdán ismét lejjebb viheti mindkét üzemanyag árát a MOL. Egy liter benzin így 392-395 forintba, míg egy liter gázolaj 402-404 forintba kerülhet majd. Az egyes kutak árai között ezúttal is lehet majd különbség. Hétfőn és kedden is sztrájkolnak a német Lufthansa légitársaság pilótái. A belföldi járatokon közlekedő Airbus 320-as és Boeing 737-es gépeket állítják le. A sztrájk hétfő délelőtt 11 órakor kezdődik, és kedd este 10 óráig tart. A Lufthansa 5400 pilótáját képviselő szakszervezet és a munkaadó konfliktusa több mint fél éve tart. A Lufthansa azt szeretné, hogy a pilóták 60 éves kor fölött menjenek nyugdíjba. A szakszervezet viszont ezt ellenzi. José Manuel Barroso szerint súlyos hibát követne el a brit kormány, ha a bevándorlás és egyéb Európai Uniós alapelvek megkérdőjelezésével magára haragítaná közép- és kelet-európai szövetségeseit. Az Európai Bizottság leköszönő elnöke, aki az egyik legtekintélyesebb londoni politikai elemző műhely, a Királyi Külügyi Intézet hétfő esti fórumán összegzi majd véleményét Nagy-Britannia és az Európai Unió viszonyáról, állítólag arra figyelmezteti majd Londont, hogyha Nagy-Britannia otthagyná az Európai Uniót, gyakorlatilag elveszítené befolyását a világpolitikában. Japánban lemondott a gazdasági és az igazságügyi miniszter. Előbbi azért, mert meggyanúsították, hogy több mint 10 millió jent költött el szépségápolási cikkekre. Az igazságügyi miniszter pedig azzal vádolja az ellenzék, hogy papírlegyezőket osztogatott kampány célból a választóknak, megsértve ezzel a választási törvényt. Itthon a budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX pont ugyanott nyitott, ahol pénteken abba maradt a kereskedés 17.649 ponton. Móró Tamás, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője szerint pozitív a hangulat a világban, és Magyarországon sincs negatív hír, ezért erősödésre lehet számítani a béten. Az elemző hozzátette, kedvező az osztrák olajipari társaság az ÖMV előzetes harmadik negyedéves jelentése, ami a MOL számára is pozitív. Ami a vezető részvényeket illeti, az OTP, a MOL, a Richter és az M-Telekom is veszített értékéből a pénteki záráshoz képest a legtöbbet, 1,1%-ot az M-Telekom, de a MOL is 1%-os mínuszban van, tehát a pénteki záráshoz képest. Az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgató helyettese szerint, ha erős marad a forint, jóval az előző évi szint alá csökkenhet a GDP arányos államadósság. Borbély László András a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott, az egyetlen nyitott kérdés a forint árfolyama. Nem mindegy ugyanis, hogy mekkora nem realizált árfolyam veszteség éri ezen a téren a magyar államot. Idén júliusban és novemberben összesen 3 milliárd eurónyi deviza lejáratunk van, ez már önmagában is 3% ponttal csökkenti a rátát, ez olvasható a labban. A bankközi deviza piacon 1 euróért most 306 forintot kérnek, 1 svájci frankért 254-et, 1 amerikai dollárért pedig 240 forintot kell adni. Egy órakor lesz legközelebb híradó a Privátbankár oldalán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.